Véget ért a 7. Martosi nyári szabadegyetem és zenei fesztivál. A Martfest idén közel 10 000 látogatót vonzott. Az előadásokon kiemelt téma volt a felvidéki magyarság jövője, tekintettel az elkövetkező parlamenti választásokra. A politikusok szerint azért is fontos a Martfest, mert közösen lehet tervezni a nemzetpolitikát, meg lehet beszélni merre és hogyan tovább. A Martosi Szabadegyetem immár 7. évébe lépett, és úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy az emberek leüljenek, végig gondolják az elmúlt egy év történéseit, 3 választás után vagyunk, és elgondolkozzanak azon, hogy hogyan tovább. Martos erre lehetőséget ad, és Martos egy szimbólum, hisz egy pici falu képes volt arra, hogy akadémiája és szabad egyeteme legyen. Úgy gondolom, hogy kiváló helyszín arra, így nyár elején, hogy tervezzünk, és aztán ősszel megvalósítsuk a terveinket. Az önkénteseknek is nagyon fontos szerepük van a megfelelő nemzetpolitika formálásában, céljainak teljesítésében. A Szabad Egyetemen több fórum is foglalkozott az önkéntességgel. Szili Katalin miniszterelnöki biztos szerint a magyarság nem létezne az önkéntes munka civil kurázsi nélkül. Nemzetpolitikának az egyik legfontosabb kritériuma, hogy segítse azokat a civil vagy önkéntes közösségeket, akik ugyanúgy átérzik annak a feladatait, ami az identitás megőrzését, nevezetesen nyelvünk, kultúránk, hagyományaink megőrzését jelentik. Ez nyilván hozzátartozik az oktatás, hagyományaink ápolása. A legtöbben a pénteki napon látogattak ki Martosra. Ezen a napon rendezték meg a Felvidék Arca Szépségverseny döntőjét. A címet a nagyudvarnoki származású, közgazdásznak tanuló Bankó Barbara nyerte el. Számomra nagyon-nagyon sokat jelent, szinte váratlanul ért ez az egész, és szóhoz sem tudok jutni. Hatalmas lehetőséget mindenképp a jövőre nézve, mint egy ugródeszka a jövőbe, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy én lehettem Felvidék Arca idén. A döntő után a fesztivál leginkább várt koncertje következett. Rózsa Magdi kiváló koncertjén minden generáció képviseltette magát. A főszervező sikerként értékeli a rendezvénysorozatot. Idén a maga nemében az utolsó Martfestet tartottuk a régi helyszínen, és a helyszín ugyan jövőre marad, csak sokkal, ha úgy tetszik, tökéletesebb lesz, és sokkal méltóságteljesebb körülmények várják majd a hozzánk érkezőket. És én úgy gondolom, hogy ez lehet az a lökés, ez lehet az a hajtóerő, ami egy új szint visz majd a Szabad Egyetemnek a további létébe. Úgyhogy ezt én teljesen komolyan is gondolom, és az, hogy a mostanit megtartottuk, és egyébként én sikerként értékelem a 7. Martosi Szabad Egyetemet, azt úgy kell tekinteni, hogy lezártunk egy 7 éves ciklust. A 8. Martfest jövő év júliusában a korszerű, minden igényt kielégítő találkozási gócpont a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola ünnepélyes átadójával kezdődik majd.